Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, én Komet vagyok, ez pedig a heti újdonságok szeptember 1-i része, innen is mindenkinek gratulálok az iskola első napjának a túléléséhez. Nézzük is meg, hogy mi a GTA Online e heti újdonsága. Kezdjük az új dolgokkal, ami ez esetben a Vigero ZX, ami hát ahogy látjátok egy Camaro alapján készült el, és 1.947.000 dollárba kerül a Southern San Andreas szuperautózon, valamint hogyha PS5-ön is Xbox Series X-en játszotok, tehát Next Gen konzolon, akkor elérhető lett a HSV upgrade is ehhez az autóhoz. Ezen kívül még szintén a Next Gen-eseknek 6 darab új HSV verseny jött be a játékba, illetve ezek számukra kétszeres szorzósok, PC-sek és a Last Gen konzolosok sajnos ilyeneket nem mondhatnak el, de akkor térjünk rá arra, ami mindenkire aktuális, a szorzós dolgainkra. Kétszeres speed boost van a Bunker Research-ön, illetve kétszeres szorzó van a Request Bunker Research-ön is. Tehát, hogyha felhívjátok az Agent 14-et, akkor amit ad nektek küldi, az is kétszeres dolláres RP szorzóval van ellátva. Ezen felül háromszoros dolláres RP szorzó van a Hot Ring Circuit részeken, amik ugye a Stunt Race kategóriában vannak, illetve a Hunting Pack Adversary mód szintén kétszeres dolláres RP szorzót kapott. Ha emlékeztek még az évekkel ezelőtti live-jainkra, na abban ezt a Hunting Pack dolgot nagyon szerették, úgyhogy mindenkinek ajánlom figyelmével egy pár haverral. Térjünk rá az akciókra, ha már a bunkerekről volt szó, 40%-kal olcsóbb az összes bunker és a hozzátartozó renovation is, valamint a bunker supplik megvásárlása is ennyivel olcsóbb. 50%-kal olcsóban juthatunk hozzá a Comet Safarihoz, a Beater Dukeshoz és a Hakocsudrakhoz, valamint 40%-kal olcsóbb a Starling, az S80RR, a Dunefav, a Banshee és a Desert Raid, 30%-kal olcsóbb pedig a Bowler SD és a Next Gen konzolosoknak a HSV Upgrade. A pódium járművünk a Locust, ami egy kettőajtós, kettőszemélyes sportkocsi, normál esetben 1.625.000 az ára, de ezen a héten 7 alkalmatok nyílik arra, hogy ingyenesen kipörgessétek. A Prize Ride autónk pedig a Mamba, ez egy 1 milliós, kétajtós, kétszemélyes sportklasszik kocsi, és ahhoz, hogy ingyenesen a tiétek lehessen, második helyet kell elérni legalább 2 nap egymás után Pursuit részeken, nem túl sok, amit kért tőletek a játék, ezért az autóért cserébe. És gyorsan beugrunk még a két autókereskedésbe is. Ebben nem csinálnak rendszert, csak ránézünk az autókra, és a luxury autózban ugye az S80RR meg az Imorgon figyel, Simeonnál pedig 5 darab másik autó, amiből ugye a legkiemelkedő most az új Camaro, vagyis hát bocsánat, a Vigero ZX. És ahogy látjátok, minden autó, beleértve a pódium, a Prize Ride és ezeket az autókat is zöldek. Ugye a múlt héten nem volt heti újdonságok, de akkor el kellett volna mondanom, hogyha elkészül, hogy az Elkula és a Sprunk között volt egy rivalizálás a játékon belül, de igazából ennek még nincs is vége, szeptember 14-én lesz majd, viszont úgy tudtok szavazni, hogy van 2 darab crew, a Sprunk Official és Elkula Official. Jelen pillanatban az Elkulásban van 42.700 tag, a Sprunkosban pedig 114.000. Ez lehet a megoldás arra, hogy miért minden autó zöld. Ez nem egy végeredmény valószínűleg, mert a Rockstar azt írja, hogy 14-én lesz végleges eredményhirdetés. Valószínűleg a Sprunk nagy előnyére való tekintettel ezek az autók zöldek lettek. Ez lett volna tehát a hét újdonsága, én nagyon köszönöm a figyelmeteket. Holnap a Vigero ZX turingjával várlak benneteket, ha bár én dolgozom, de a videó ki fog kerülni, mert ma elkészítem, és aztán a jövő héten majd találkozunk a heti újdonságokban. Köszi a figyelmeteket még egyszer, én Comet voltam. Sziasztok!